sikrem a távolban, jóta rosszra felváltottam. Úsztam a mámorban, de én őszintén szívből szeretni vágyom téged. Hagyd még, hogy érezzem, bocsáss meg kérlek, ha vétkeztem. Tudom, eltévedtem, de ez köztünk itt nem lehet véletlen. Valami nem ér véget, valami nem visz el, és ami velünk történt, nem fogható fel, építsz el. Két örök mozgó, két baj keverő, ki tudhatatlan módon a két vadhajtás összenő. A vándor élet hosszú útra, feledék új szép, a csoda itt volt rég. A vándor élet ősi tánca, kezed elkísér, a bennünk él. Szűkül a hálózsák, mikor közöttünk fekszik a távolság. Te vagy a hátországom, az egyetlen őszinte bátorság és otthon. Tudom, hogy ritkán mondom, mennyire jó, hogy rád van gondom. És a járatlan úton hangod az ösvény, követem folyton. Valami nem ér véget, valami nem visz el, és ami velünk történt, nem fogható fel, épp visszel. Két örök mozgó, két baj keverő, ki tudhatatlan módon a két vadhajtás összenő. A vándor élet hosszú útra, feledék oly szép, a csoda itt volt rég. Ez a vándor élet ősi tánca, kezed elkísér, a dal bennünk él. Ez a vándor élet hosszú útra, feledék oly szép, a csoda itt volt rég. Ez a vándor élet ősi tánca, kezed elkísér, a dal bennünk él. Valami nem visz el, és ami velünk történt, nem fogható fel, építsz el. Ilyen a vándor élet. Fóris Olivért köszöntöm nagy szeretettel itt az A38 hajom. Sziasztok! Szoktál még karaokizni? Utóbbi időben kevesebbszer. Mert hogy azt hallottam, hogy így indult el a zenei pályafutásod, hát akkor még csak szárnybontogatás volt, de hogy felfigyeltek rád karaoke klubokban, hogy ez nagyon jól megy. Igen, hát akkor mondjuk nem feltétlenül karaoke klubokba szerettem volna kikötni a végén, csak hát egy kis italozgatás után végül ott kötöttünk ki. Sokunkkal volt ez így. Gondolom. Csak aztán én nem csináltam klippet meg. Nem is, nem sosem késő elkezdeni. Sosem késő, de mondjuk ez sem teljesen igazi, de most rólad van szó. És aztán a musicalek irányába sodródtál, elkezdtél komolyabban foglalkozni a zenével, kik segítettek ebben neked? Isten igazából ugye kezdetleg engem Dévai Nagy Kamilla úgymond karolt fel egy ilyen kisebb tehetségkutató műsor alkalmával. Utána gyakorlatilag bekerültem az üzenei iskolájába, ott elkezdtem ugye az musicalekkel foglalkozni. Ott inkább az a fajta vonal ment, aztán utána a Magyar Hajnal Ének stúdióba kerültem be, egészen pontosan abban az időben, amikor bekerültem ugye a 2013-as Rising Star műsorába, és akkor igazából így kezdtem el komolyabban foglalkozni inkább a populárisabb dalokkal. És hozzád egyébként melyik zenei stílus áll a legközebb? Te mit csinálnál legszívesebben? Ez most az a dal egyébként, a vándor élet, ez olyan, amit te szeretsz? Igen, abszolút, igazából az én stílusomat képviseli a vándor élet. Én egyébként nagyon szeretek még a mai napig musicaleket énekelgetni, szeretem a rajzfilmzenéket, de nyilván a populárisabb vonal az közelebb áll hozzá, mint mondjuk egy musical. De abszolút. Hát mindig... metal vonal nincs benned. Hát az még egyelőre nincs, be ki tudja, lehet, hogy időben. Ilyen zúzósabb, keményebb zenéket hallgatni? Hát figyelj, annyira zúzósabb zenéket nem szoktam igazából énekelgetni. Nyilván ilyen pocsolyába léptem, hogyha az ember be van italozgatva, akkor az szokott menni, de egyébként zúzósabb nyilván nem, tehát az annyira. Te is említetted a tévés tehetségkutatót, gondolom utána azért felpörgött rendesen, azért sok felkérés volt, sokat jártad az országot. Igen, hál' Istennek, hát nyilván azért még fiatalabb voltam, nyilván most sem vagyok túl idős, de akkor még ez egy hirtelen nagyon-nagyon-nagyon jól érintett, nyilván mentünk, jöttünk, zenekart akartam alapítani, akusztikus zenekart csináltunk, felpörgött utána rendesen. Furcsa volt hirtelen a hétköznapi életből belecsöppenni egy ilyen televíziós történetbe. És most itt van az első saját önálló számod, a vándor élet, amit az imént láttunk. Ki írta, ki rendezte,
ki a szöveget, a zenét és hát a klippet, mert ez így most egy teljes egész. Igen, tehát gyakorlatilag ugye magát a dal Cinkemát írt, akinek egyébként nagyon hálás vagyok, nagyon jó volt vele a közös munka. Cinkemátéval pedig a menedzseremen keresztül, Máté Gyárfással, Gyárfáson keresztül kerültem kapcsolatban. Magát a klippet pedig Mándi Ferenc rendezte meg. Ő egyébként régóta dolgoztam vele együtt, nyilván ilyen kisebb klippek kapcsán, és akkor most felkerestem, hogy jó lenne, hogyha tudna nekem ebben a dologban segíteni, úgyhogy ő csinálta a klippet. A klippen egyébként gyakorlatilag ez egy ilyen image klipről van szó, tehát rajtam kívül még egy személy fog szerepelni, Eliza Bliss, aki ugye a hegedűs részt fogja. Megelőzted a kérdésemet akkor. Bocsánat, ne haragudj. Semmi gond, szeretem, hogyha már előre válaszolsz, de ő eleve a koncepció része volt, vagy később csatlakozott hozzá? Én nagyon szerettem volna alapjáraton, hogy egy ilyen hegedűs vonat, tehát ez a magyaros motívum megjelenjen a dalban. Nagyon nagy álmom volt, és akkor gyakorlatilag így felkerestük Elizát, és akkor ő vidáman vállalta, nagyon tetszett neki a dal, és szerintem egy hihetetlenül jó szólót rakott bele, ami feldobta a dal hangulatát meg. Picit már beszélgettünk itt az interjú előtt is, és kérdeztem, hogy mennyire pörög most zenei szempontból a te életed, és mondtad, hogy jó, persze most itt van ez az új dal, de hogy van civil foglalkozásod, azért nem tettél fel mindent egy lapra. Most hogy gondolod most, hogy kijött ez a szám, most egy kis kivárásra játszol, megnézed, hogy milyenek a visszajelzések, aztán majd meglátjuk? Igen, hát nyilván szeretném meglátni, hogy milyenek lesznek a visszajelzések, és aztán annak függvényében lépek tovább, tehát nyilván első saját dal, nagyon remélem egyébként, hogy tetszeni fog az embereknek, idáig egyébként pozitív visszajelzéseket kaptam, tehát remélem, hogy ez a továbbiakban is így lesz. Most jelenleg egyébként annyira nem pörög nyilván az én zenei életem, tehát most már a civil munkám. Most annyira senkinek? Tehát, hát most nyilván emiatt a vírus miatt sajnos senkinek, de én egyébként is inkább most a civil munkámmal, tehát inkább az otthonomat szeretném felépíteni, egy kis pénzt félretenni, lakásra gyűjteni a barátnőmmel, tehát most inkább ez a fontosabb. Inkább ezért vannak a fiókban dalok? Tehát hogyha most azt mondják, hogy össze kéne raknod egy albumot, nem tudom mennyi idő van rá, akkor azért lennének ötletek, hogy mihez nyúlnál, milyen zenei alapokhoz, szövegekhez, szerintem amik már ott igen, vannak? Igen, tehát lenne elképzelés. Nyilván ez egyfajta anyagi, tehát egy anyagi részben is otthon kell ebben lenni, tehát hogy nyilván, hogy kell, hogy legyen félretett pénz az ebbennek, hogy azért ebbe bele tudja ülni, mert ez nem egy olcsó mulatság, de nyilván, hogyha olyan visszajelzéseket kapok, amik után látom, hogy érdemes beleülni és érdemes csinálni, akkor természetesen beleülném. És hogyha lenne egy album, vagy lesz majd egy album, tehát legyünk optimisták, és mondjuk ennek a dalnak jók a visszajelzései, és aztán majd egy kicsit jobban belevágsz újra a zenélésbe és a dalírásba, akkor az elkészült album az milyen képet fog mutatni a vándor élethez viszonyítva mondjuk? Ilyen jellegű lesz az egész, vagy egy eklektikusabb, változatos? Igazából nekem ez a stílus nagyon tetszik, tehát ez a vonal, amin most elindultunk így a menedzseremmel, nagyon tetszik. Nekem egyébként meg tetszik ez a kicsit autentikusabb, népiesebb vonal is. Meglátjuk még, hogy milyen vonalon megyünk tovább, hogyha tovább megyünk, még egyelőre nem ezen nem gondolkoztam, de valószínűleg, hogy hasonló vonalat szeretnék képviselni, mint ebben a dalban. Tehát, hogyha már egyszer egy ilyen vonalon indultunk, akkor igyekszem ezt képviselni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. És hogy elhoztad a dalt, és hogy itt mutattad be először. Én köszönöm a lehetőséget. További szép estét.